Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik velem vannak, Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Fifko Krisztián. Azaz Mujó. Igen. Most is voltak érdekes témák, amiket fölírtunk a show notes-ba. Az is érdekes téma volt, hogy ugat a kutya, de nem tudom, hogy hol. Nálam. Oh yeah! Nálam, szerintem meghallotta a hangod. Rezisztens vagyok az ilyenekre. Mivel kezdjük? Krisztián, neked van valami új híred? Később lesz. Jaj, dehogy nem. Dehogy nem. A mai nappal az FI aláírás gyűjtése átlépte a 100 000 aláírás számot, úgyhogy 100 000-en túl vagyunk, ami igazándiból még csak 10%, de nagyon sok akkor is. Úgyhogy 100 000 fölött vagyunk. Múltkor találtam egy grafikont pont ezzel kapcsolatban, ott nagyon látszott, hogy a franciák, a finnek, a németek, angolok hirtelen nagyon megugrottak, és ők, tehát 4-5 ország nagyon hirtelen elhúzott a mezőnytől. Azt te tudod, hogy mi volt annak az oka? Igen. Kérlek szépen, az az a 4 ország, ahol ezt az urnás, dobozos boltokban kihelyezett aláírásgyűjtést elkezdték csinálni. Dodó? A Dodó doboz, a Bull Box, a franciáknál, ja. Mert a franciáknak mindig máshogy kell, mint ahogy az összes többi ország hívja? Azért? Hát nem, nekik volt már az a buldogos logójuk. Ja, ez ami... a Angry Vapors? Igen. És azt hasznosítva Bullboxnak nevezték el a történetet. Németeknél is valami másik neve van, az most nem jut eszembe, tehát így mindenhol megvan a neve. És nekünk mi lesz? Vagy lesz? Fú, nem tudom, hát Fifikát meg kéne kérdezni, hogy az igen aktív forgalmazók jelentkeztek-e azóta, hogy az Egyesület felkészülőket. Eddig 2 darab forgalmazó válaszolt, ő is csak annyit, hogy igen, tudnak róla. De konkrétan azt, hogy szeretnének kapni az anyagból bármit is, arra nem reagáltak, úgyhogy iszonyúan szomorúak vagyunk, mindenki nézze meg a spam mappáját. Ne legyél ilyen jó indulatú, hogy a spam mappát nézze. Szerintem mindenkinek a rendes mappájában van. Te azért nem mondhatod ki, mert te ilyen mindenféle tisztségviselő tag vagy a Villanypára Egyesületben, de én csak egy mezei harcos, egy gerilla, én kimondhatom, hogy mérges vagyok a forgalmazókra, akik nem reagálnak. Mérges vagyok rátok, ha hallgatjátok. Ha nem, hát, akkor duplán mérges vagyok. Hát nem tudom, akkor a magyar doboz legyen Irgum-Burgum doboz, ahova be lehet majd dobni ezeket az aláírásokat. Mivel tudnánk jobban motiválni a forgalmazókat, basszus, teljesen nem, meg vagyok lőve. Mert a múltkor ugye itt fölhívtam a figyelmet a kedves papertársadalom számára, vagy a papertársadalom figyelmét, hogy igazándiból rajtunk is múlik, mint fogyasztókon, hogy csesztessük a kedvenc boltjainkat, hát ha az jobb belátásra bírja őket, de más ötletem már nincsen, hogy mit lehetne csinálni. Figyelj már, Mújó, én mindig megfordítom a történetet, a másik oldalról nézem, hogy ez elsősorban szerintem a forgalmazónak az érdeke lenne, hiszen ő ezzel keresi a kenyerét. Hogyha neki nem jön össze, akkor ő nagy szarba lesz, mert fölkopik az álla. Én meg maximum megveszem máshonnan. Hát ez így van, de ha még sajlandóak lépni, akkor csak ki kell találni valamit, amivel lehet őket noszogatni. Tehát ez szerintem egyébként benne van ez a jó magyar realitás érzék. Nem baj, majd megoldjuk okosba. Hát vagy nem baj, majd más kitalál a valamit. Külföldre, vagy mit tudom is én, akármi, majd megoldjuk okosba. Persze, csak hogyha az EU szabályozás a nyakunkra jön, akkor lehet kitenni külföldre azt a boltot. Nagyon messzire kell menni nagyon azzal a boltot. Lehet a Holland Antillákra, meg igen. Belizbe, meg más olyan. De onnantól kezdve, ha vámhatáron kívül kerülsz, akkor teljesen mindegy, hogy... Igen, cseszheti. Mert hogy hol van a... Ha lerakat a EU-an van, és onnan forgalmaz, akkor hiába van a Holdon a cég bejegyezve. De ezt már annyiszor elmondtuk, ez az utolsó, egyetlen és valamire való esély arra,
hogy erőt tudjunk fölmutatni, mint vaperek. Van nemzetközi kvázi klubhálózatunk, van vapernap, mindenféle hagyományt és embereket megmozgató rendezvényt föl tudunk mutatni, vannak kerekasztal társaságaink, vannak weboldalaink, közösségi oldalaink. Ez mind-mind veszélybe kerül. Tehát itt most nem csak arról van szó, hogy a boltok szarba lesznek, mindenki szarba lesz. Tehát kvázi már majd ilyen, nem tudom, gondoltam a vépelésre, és akkor el kell mennem meggyónni, vagy nem tudom, mi lesz a következő fokozat, de rettentő módon nem érezzük a veszélyt. Én azt gondolom. De egyébként most mondtad a kerekasztalt. Meglátásom szerint a kerekasztal nagyon, nagyon jó dolog összekovácsolni a közösséget, meg elhülyéskedni, meg megismerkedni egymással, meg egymás eszközeivel, meg ízkóstolók, meg ilyesmik. De erről is szó van folyamatosan, Charlie, tehát a Pesti találkozón is beszélgettünk erről egy óriási nagy adagot, hogy mi az, amit még meg lehet tenni ebben a... Na jó, csak te most a beszélgetésre akartál kilukadni, vagy beszélgetést mondtad, én meg azt mondom, hogy nem... Igazából tehát ez olyan, mint a fingreszelés, hogy sokáig lehet csinálni, csak semmi haszna nincs. Szerintem egy olyasmit kéne csinálni, mint ami, és akkor egy picit ráfűzök, már volt ezelőtt 2-3 adással, mint ami most lesz, és Krisztián is kint lesz Vácott 14-én, ez az egészség napja. Át kéne gondolni a helyzetünket, és meg kéne kérni azokat az itthoni nagyobb vagy aktívabb forgalmazókat, akikkel kapcsolatban áll az Egyesület, hogy mi lenne, hogyha találnánk egy helyet, és akkor szépen kivonulna minden, tehát csinálnánk egy, hát nem roadshow-t, mert csak egy helyen állna meg a történet, hanem egy ilyen mindenki elvinné a saját dolgát, bemutatózna, mint hogyha kitelepülne oda a shop. És akkor ott aztán lehetne orvérzésig új embert gyűjteni, új aláírás gyűjteni, és a többi, nem? Tehát akkor te most egy ilyen vaper fesztiválra gondolsz? Igen, gyakorlatilag? Igen. Hát ugye ezzel mindig az volt a probléma, hogy az a 50 ember mozdul meg ebben az országban, és akkor még lehet, hogy sokat mondtam, az az 50 ember mozdul meg ebben az országban, aki meg akar mozdulni. A 20, 30, 40, 50, 100, 200 ezer ember, akit vizionálunk, az meg éppen semmit nem csinál. Tehát kereken kimondom, pont leszarja azt, hogy holnap lesz-e mit szívnia, vagy nem. Illetve, hogy itthon fog vásárolni, vagy nem. Ezért mondtam azt, hogy a veszélyérzetünk az gyakorlatilag a nulla irányába tendál. Nézd meg egyébként a közösségi kommunikációkat, nézzél meg egy kezdőtopikot, sehol semmi probléma. Senki nem. Néha beírják, voltok nikotinos levest venni, azt majd privátba megírkálják neki azokat a külföldi oldalakat, ahol hozzá tud jutni, azt hello. Ennyi. Tehát nincs az emberekben benne az a tudat, hogy Úristen, vinnem kell még hoznom kell még 5 ismerőst, vagy 6-ot, aláíratni mindenkire, aki szembe jön velem az utcán. Van egy csomó kollégám, van egy csomó ismerősöm, mindenkinek 400 barátja van a kurva Facebookon, és nem képesek még 5 emberre aláíratni, vagy még 10 emberre aláíratni a kezdeményezést. Az kurva kevés, hogy kirakom a Facebook oldalamra, hogy itt van, írjátok alá. Ezt nagyon jó tudjuk, hogy erre körülbelül egy, vagy fél, vagy nulla ember fog megmozdulni. Az, hogyha megosztod, semmit nem ér. Azért valamit, kedves barátom, ha odamész hozzá,
leültök, beszélgettek egy kicsit, és utána elétolod a táblagépet, a laptopot, a papírlapot, és ott prompt aláírja. Én azt gondolom egyébként, hogy egyrészt lassan fokoznunk kell az egész kezdeményezés körül a hype-ot, még ha unalmasnak is fog tűnni. Valószínűleg ekivel beszélni fogunk, hogy a fórum aláírásokba automatikusan lehessen egy számot kiírni, hogy ki hány emberre íratott alá. Ha más nem, akkor ez is egyfajta hajtómotorja lehet a dolognak. És még hát nyilván van a tanságban még egy pár... Figyelj, azon gondolkoztam, és a munka címe lehet a találkozónak, festnek, tök mindegy. A fasztek nem megoldás. Nagyon sok emberben tudatosítani kéne, hogy az, hogy bárhonnan, bármit fű alatt, szürke importból be tud szerezni, az hosszú távon senkinek nem jó. Magyar égre magyar ufót, itthoni kereskedőtől általa beszerzett számunkra legálisan hozzáférhető terméket, és kész. Ennyi. És hogyha nem arról szól az egész fest, hogy csak ilyen versenyek vannak, hogy ki tud alacsonyabbat tekerni, ki tud nagyobb gőzt fújni, hanem kicsit az a rész, a bizonytalan, hogy mondják ezt a bizonytalan szavazóbázis, valahogy így szokták ezt mondani a szavazásoknál, ha azok vannak, tehát nem az, aki tuti aláírja, hanem az, aki még azt se tudja, hogy neki ez miért jó, ha az van megszólítva, és az azt mondjuk neki, hogy lesz most egy olyan rendezvény, amin lesz, mit tudom is én, egy szabad délután, egy szombati napsütéses délután valahol, mit tudom is én, Annarét, vagy Kopaszigát, vagy mit tudom, nem is érdekes a helyszín, irreleváns ilyen szempontból, ahova ki... családi piknik. És akkor gyerekek, ugrálóvár, meg az anyám kínja, arcfestés, henna, meg a rák tudja még, hogy micsoda, és ilyen ismeretterjesztő előadás ok, amit mondjuk a kopaszin meg lehet csinálni, mert ott vannak konferencia termek is. És akkor akit érdekel, az bemegy oda. Gyere már anyukám, a gyerek eljátszik kint, behúzza az asszonyt is. Vagy behúzza az asszony a barátnőjét is. Érted? Tehát nem a elcigiseket kell szerintem itt megfogni, hanem azt, aki bizonytalan. Vagy aki nem tudja, hogy merre indulhat. Hát igen, ugye azzal nem reklámozhatsz, hogy leszoktatod, vagy átszoktatod, vagy hogy ez nem annyira káros. Olyanba kell gondolkozni, amit még nem csináltál, nem csináltunk, nem csináltak. Mert az kockázatcsökkentés, azt lehet mondani. Hát kockázatcsökkentés, igen, de mondjuk a leginkább vonzó ebbe a történetbe az, hogy szívj olcsón. Vagy olcsóbban. Vagy gazdaságosabban. Vagy nem tudom. Tehát valami ilyen, minden embert a pénztárcájánál lehet a legjobban megfogni. Nagyon sokan vagyunk, akik annak idején azért választották az elektromos cigarettát, mert már egyrészt azért Krisztiának is gondolom a 4 doboz az nem kis teher volt egyébként már akkor sem. A hétköznapi 4 doboz. A hétköznapi 4 doboz. A bulizós 6 doboz. A bulizós 6 dobozról már nem is beszélve. Tehát valahol olyan alap ösztönök mentén kell az egészet megfogni, amire mondjuk az embereknek nyitottabb a füle. Igen, tehát erre nem fog ugrani, hogy úristen, most a tüdőkapacitásom nőni fog 3 hónap alatt 10%-ot. Hát ez pont lesz arja. Hiába az egészség a legfontosabb, ugye az mindenki csak akkor gondolja. Ne, az csak akkor fontos, hogyha ott áll Józsi bácsi kifent kaszával, tudod, ilyen fekete ruhába mögötted. Ez szerintem nem igaz, mert te is dohányoztál, holott tudtad, hogy egészségtelen, tehát pont leszartad. Nem az a legfontosabb. Majdnem mondtam, hogy sértődés lett volna belőle, hogy ilyen hülye egy nép vagyunk, de nem csak mi, mások is, hogy
nem az érdekel téged, hogy káros-e vagy nem káros, hanem hogyha megcsillantanak előtted egy olyat, hogy van ennek egy olcsóbb alternatívája, és ezért mondom én, hogyha kijönne mondjuk, már rajzolgatom föl a standokat egyébként. Engem nem az olcsóbb érdekel speciál, ezt azért beletenném. Tehát nekem az utolsó években már nagyon-nagyon durván lebegett a, hogy hívják, a vastüdő képe a szemem előtt. Azt hittem, a kaszás csöngetett minden nap, hogy hello, jöttem. Az analógia. Hello, mikor megyünk. Úgyhogy nekem ez sokkal-sokkal fontosabb volt, mint a pénztárca barátság, de nyilvánvalóan az is egy előnyös oldal. Na de szóval, na csak annyit akarok ezzel mondani, hogyha ugyanaz kint van elérhető távolságban, voltak fönt mostanában csajok is hangouton, akik azért akartak ilyen mini talikat szervezni, hogy kézbe tudjanak fogni dolgokat, amiket egy webshopnál... Ez most azért elég hülye. Na, édes Istenem, az a rossz, aki rosszra gondol. Tehát ők okás volt, igen. Nem tudják azt, hogy ez milyen, az milyen. Ők szeretik megtapasztalni az e-cigarettás dolgokat, remélem így megfelel nektek. Tehát, hogyha kint van egy kereskedő, aki kirak az asztalára mondjuk 15 fajta kis ízmintát nullás lötyikből, meg csak a kezdő szetteket, és ha látja az ember, hogy, és nem kirakja, csak kidobja a szetteket, hanem kint vannak az ízek, kóstold meg nyugodtan. Ez ízlik. És akkor nézd csak ide, itt van mellette a kezdőszett, és ki van rakva egy, ki van rakva egy kicsit nagyobb, ki van rakva egy dupla, és mellé van írva bazinás számokkal, hogy 2500 forint, 7500 forint, mit tudom is én, 12600 forint, és a legutolsó egy nagy szürke kockába pedig oda van írva, hogy napi, vagy nem is, havi cigaretta mennyiség, és oda van írva mondjuk, hogy 35000 forint. És akkor gondolkozz. Ennyi. De egyébként, ahogy vizionálod ezt a fesztivált, valami hasonló készül Vácra egyébként. Tehát, hogy kíváncsi leszek a visszajelzésekre. Én is. Mert egy ilyenből tud elindulni, teljesen mindegy, hogy kiszervezi, irreleváns. Az is, hogy milyen betét programok, vagy épp mit mondunk rá, hogy ez most... Mi a fő program? Nem az a lényeg, hanem hogy emberek vannak test közelben ezzel. És akkor utána lehet gondolkozni azon, hogy Angliában a Vape Festen tavaly 3000, és most miért várnak 10000 embert? 10000-et? Elképesztő. És nem lesznek ezek a bohótságok, hogy ugrálóvár, meg helikopteres ejtőernyőzés, meg tandemugrás. Vape Fest, csak elektromos cigaretta, csak löty, csak ezekkel kapcsolatos dolgok. Rock and roll. Vérnyomás az egekben. Szóval váltani kell, stílust kell szerintem váltani. Itt már nem lehet ezekkel semmire jutni, amit sajnos Fifika próbálja magát meggyőzni, hogy biztos a spam belandolt. Nem, szerintem. Legyünk agresszívabbak, azt mondod? Azt mondom, inkább legyünk kicsit populistábbak. Aha. Ha nem megy, tehát ezt mindenki unásig lerágta már ezt a történetet, és hányszor hallottad már azt, hogy mit tudom is én, 2 hónappal később föl tudtam menni gyalog a 9-re 3-szor, nem így is izzadtam meg, a tüdőkapacitás, csörlő nélkül, stb. Az ízlelésem visszatért, tehát ezeket már mindenki unásig hallja. Már hogyha ilyet látsz, akkor next, next, next. De hogyha nem ezt mondod, hanem mást, akkor így elkezd érdeklődni az ember, hogy most mit akar, mit akar. A végén rájön, hogy ezzel kapcsolatban van ez is, de már egy csomó más mindent is elmondtál. Minden esetre valakinek van valami épp kézláb ötlete, az ne tartsa magába, ossza meg velünk. Itt a podcast alján. Igen. Következő téma, Krisztián? Mérém. Ízlott ilyen. Miért ne? East Lothian tanács a Skóciában volt annyira tökös, és elutasította azt a kezdeményezést, hogy az elektromos cigaretta használatát tiltsák be vendéglátóhelyeken. Végre egy normális városvezetés. Látod, pedig szoknyába járnak, és milyen jól gondolkodnak. Nekünk is kiltet kéne hordani ezek szerint.
Ez biztos jó szellős. A biztos is. Ilyen konyáron szerintem. A puki nem ragad be. Abszolút. Szóval abszolút, ez egy nagyon jó. Csodálatos fejlemény, mert hogy mindenhonnan azokat a hülye híreket hallani, hogy szedik össze magukat az idióták, és próbálják egy kalap alá venni a dohányzással az e-cigarettázást, és közterületekről kiszorítani mindenféle idiótaság miatt. Följelent a szomszédod, mert vépelté. Ilyen is volt? Na, most már egy ilyen. Hát tudod, hogy volt az a város, ahol még az elektromos cigarettát is betiltották. Ja. Azt nem akarom most vizionálni, csak most jutott eszembe, mert ugye azt tudni kell, nem mondtam az elején a podcastben, én most nem otthon vagyok. Egy kedves e-cigarettás barátomat hoztam le térdműtétre Mórra, és éppen a szállodában ülök, tehát hogyha megszakad, akkor azért van a net. És bent a kórházban, most bementem látogatni, mi volt az első dolog, amit láttam? Bemegyek a kórterembe, és gőzpára. Mondom, ember, te mit csinálsz itt? Hát, semmit, fölébredtem, cigizgetek. Nem zavar senkit. Jön be a nővér, osztja ki a zárójelentéseket. Csaba, én láttam ám, amit láttam, csak úgy csináltam, mintha nem látnám, ezt itt nem lehet, legalább akkor, mikor én itt vagyok. De hát ez csak vízpára. Jó, de ha itt vagyok, ne. Úgyhogy ne rángassuk az oroszlán, az alvó oroszlán bajszát. Ma voltam a deszki melkas és tüdőbetegségek kórháza, szép neve van. És hát kimentünk, egy gyönyörű park van a kórház udvarán, nagyon régi fákkal, ilyen 80-100 éves óriási fák, tósz, nagyon szép a környezet. És oda kiültünk ebédelni, és hát a déli kávé után, hogy én elkezdtem gőzölni az udvaron, és mint a sas így rá, beugrott a bozótból egy fiatal orvos, és azt mondja, én itt füstöt láttam. Ez mint az én öreg mamám a föld alattiban úgy. És ránézett a kezemre, meglátta benne az eszközt, ja, ez csak villanycigi. Akkor jó van. És megfordult, és elment. És ez annyira jó esett nekem, hogy mert ha azt mondta volna, hogy itt ez sem szabad, én azt is elfogadom, tehát nincs ezzel semmi probléma, mert hát nyilvánvalóan az ő dolguk eldönteni ezt, de annyira jó pofa volt. Ja, ez villanycigi, akkor ez szabad. És elment. És kész. De ahogy beugrott így a bokrok közé a semmiből, és akkor mondta, hogy én itt füstöt láttam. Szóval jó élmény volt. Így ismeretlenül is köszönöm neki, hogy hagyott tovább gőzölni. Skóciáról jutott egyébként eszembe. Volt múltkor, a héten egy cikk megütötte a szememet. A Southwest Business írt róla, hogy Gloucesterben új elektrom... Gloucester. Nem. Úgy mondod? Gloucesternek mondod. Gloucester. Gloucesterben új... Nekem Gloucester. Jó. Tehát Gloucesterben új elektromos cigaretta volt. Ne félj tanulni új dolgokat. És olvastam, és a végén ütötte meg a szememet, hogy Joyker, Manager of E-Vapor. Nem is érdekelt a többi része igazán a történetnek. Kicsit örültem és dagadtam ellen, hogy igazából a cikk az nem arról szól, hogy a kinti e-vapor terjeszkedik, mert hiszen Gloucesterben is vannak, hanem hogy mellettük két háznyira nyitott a másik bolt, és ugye pont azt nyilatkozta Kerr is, hogy ez senkinek nem baj, az a jó, hogyha minél többen vannak, és ezáltal alternatívát tudnak nyújtani, mindenki azt választja, amit szeretne. És semmi baj nincs egy kis egészséges versennyel. Nem a dögőjön meg a szomszédtel. Erre nekem van egy rettentő jó sztorim a saját falumból. Tehát itt egy darab élelmiszer volt,
volt annak idején, és hát ugye mindig morogtak az emberek, hogy ha az adott áruházlánc valamit leértékelt, vagy akciózott az a dóciboltba, biztos, hogy nem volt, miután egy bolt van, hát nyilván azt csináltak, amit akartak. És aztán nyitott egy kvázi maszek, egy másik élelmiszerboltot, akkor jöttek ezek a szirén felhangok, hogy ott az műnök, meg üző, és érdekes módon az a bolt, amelyik eddig ilyen nagyon mereven elzárkozott mindenféle ilyen leértékeléstől, meg mindenféle ilyen olcsóságtól, az egyszer csak elkezdett a másik bolt alá kínálni. Áruba, árakba, akciókba, stb. Hirtelen elő kellett venni a marketinget a fiókba. Hirtelen, és ki, és akkor tudod, én sokszor beszélgettem ezekkel az emberekkel, akik ilyen szirén felhangokat ütöttek meg, és akkor mondtam neki, de gondold már végig, most akkor ki járt? Nem mondom, te jártál jó vele, mert olcsóbban tudsz vásárolni. Tehát az, hogy verseny van, az nekünk jó. És nem azt kell nézni, hogy van, megint ma milyen izé, meg mi, szá, iszonyú. Olyan agymosodtak az emberek néha, hogy az valami hihetetlen. Tehát jó az, hogyha van verseny valahol. Tehát a két ecigi bolt lenne, mondjuk Szegeden, annak én is tudnék kerülni, de hát egy sincs, sajnos. Illetve van, bocsánat, de hülye vagyok. Van. Ezt nem mertem van. Mondani, a Dóci géniuszra én ilyet nem mondok. Na, jó, jó, de én magamra mondhatom. Van, csak eléggé, hogy is mondjam, elavult választéka. Az érdekes az elavult választék, az, most mire gondolsz, hogy ilyen kezdő szettek, vagy kínai, vagy mi? Hát ugye egyrészt nagyjából azért mindenki tisztában van vele, legalábbis amikor hozzám olyanok jönnek, akik éppen e-cigarettázni akarnak, én valamiért az a marharépa vagyok, aki azt mondom, hogy ha át akarsz térni az e-cigire, akkor először vegyél egy nagyon egyszerű, aránylag normális módon működtethető ego-szettet. Nem kell mindjárt beleugrani a, nem tudom én, ugye azt látják nálam is, hogy hú, hát neked milyen kazánod van, meg milyen modod, meg milyen izé, meg nem tudom. Ez teljesen lényegtelen ebbe a történetbe. Vegyél egy egót. Próbáld ki. Egyáltalán tetszeni fog ez neked. Tehát addig ne öljél bele vagyonokat, amíg nem tudod, hogy tudsz-e ezzel együtt élni. Veszel egy egót, nem kell tekerni semmit, kicserégeted a betéteket, próbálsz vele nap mint nap együtt haladni. Valószínűleg először még utána fogsz nyúlni a cigarettának, lesz egy korszakod, amikor párhuzamosan szívod, de az is lehet, hogy egyik pillanatra a másikra lehet tudod tenni. Ez szerintem abszolút emberfüggő, hogy ezt mennyire gondolja komolyan. Utoljára pont egy hárfa tanár volt, akit így átsegítettem ezeken a lépéseken. És amikor már eldöntötted, hogy igen, neked ez jó, neked ez tetszik, és akarsz ezzel valamilyen módon együtt maradni, na akkor majd elgondolkozunk azon, hogy a te kezedbe mi való. Mi az, ami a te ízlésednek a te, akkor egyáltalán fogalmad lesz dolgokról. Tehát addig, de ilyet, amikor föltesz egy kezdő topikban egy kérdést, hogy neki melyik mehamód milyen kazánnal való, és mindenki tutmálja rá, az egyébként nem valóban jó, és biztosan üzemeltethető kájfunk, de még azt se tudjuk, hogy képes egy tekerést beletenni, fogalma nincs arról, hogy mi az, hogy tekerés, mi az, hogy akkumulátor, mi az, hogy biztonság, mi az, hogy biztonság, tehát se egyáltalán nem tudja még, hogy milyen gőzölni. Lehet, hogy vesz egy ilyen cuccot, azt egy hét múlva fönn lesz az adok veszekbe, hogy hát megválna tőle, de nem azért, mert leszokott. Tudod, miért van ez szerintem? Mert egy csomó ilyen kezdő topikban azon kívül, hogy segíteni próbálnak a másiknak, ez a virtuális pénisz méregetés a harmadik komment után beindul, hogy nem tudom, hogy
mik a szokásaid, nem tudom, hogy mennyit és mit szívtál, nem tudom, hogy milyen a kézügyességed, de képzeld el, én, hát most valaki ezt írta, hogy én paralel coil tekerek, és akkor ebből kijön annyi, hogy, és mond valami nagy hülyeséget egyébként, mert 0,3-os kerítés drótból teker 1,3 ohmot, na gondolhatod, hogy az milyen. Egy ökölnyi fűtőszál. Igen, igen, és akkor a tizedik kommentnél eljutnak odáig, hogy az mindennek az alfája és omegája, hogy olcsó helyről, tehát a fasztekről rendelj, ne foglalkozz egóval, úgyis, meg mindig érzel, hogy ha már veszek valamit, az jó legyen. De... Nem, nem, nem. Ezt úgy kell elképzelni, mint ezt leírtam most valamelyik topikba, nem teszed az autót egyből háromosba. Hát először egyesbe teszed, úgy indulsz el, nem? Ezt az analógiát keresem, basszus, 5 perce, igen. Nem de egyébként lehet, és az én analógiám is kicsit ilyen, télen, amikor az autóval elkaparsz a jégen, akkor beteszed másodikba, és úgy indulsz el, de van valaki, aki tolja az autót. Na most analógia, pont a barátom, akinek éppen itt a térdét műtik, ő volt olyan, hogy nem igazán műszaki beállítottságú, nem tekert még sosem, mégis olyan profi kazánt vett, amit az én segítségemmel, mit tudom is én, találkozunk havonta, két havonta, és akkor tadadadada, gépszerűen megcsinálom neki, és már büszke vagyok magamra, képzeld el, mint Mátyásnál a Genesis beállítás, múltkor videó nélkül csak telefonban szépen elmagyaráztam neki, hogy vettél barátom vattát, azt hogy húzd le, hogy sodord össze, hogy tedd át a tekeréseden, és megcsinálta magának, mert most jutott el arra a szintre, hogy 2 év után, jegyzem meg, hogy egy vattás tekerést ő kicserél magának, és tökre boldog, és múltkor is átjött, na mondom, akkor csináld, én meg majd nézem, vagy szólok, hogy mit kéne más, hogy kéne. De ha nincs ilyen ember, akkor szerintem is igen. A fokozatosság elve is, én meg pont ezeken gondolkodom. Mindenféleképpen. Hogy én is megyek érteni vissza a gyökerekhez, tehát most néztem Oszinál, annyira megtetszett nekem ez a Vision Spinner, hogy nem igaz. Tehát ez a... És pont egy másik kollégám volt olyan, akit mondta, tudod, ezt, az előbb pont ezt a dohányzik alkalomszerűen még párhuzamosan az ember, hogy ő is pont ilyen volt, mert meg kellett találni a jó szettet, és ő egy normál egóval kezdett, egy Helix-el. És nem volt neki a tökéletes, és vett 2 Vision-t, tudod, hogy tudjon cserélgetni, míg tölt, és beállította magának az optimális feszültséget, és érdekes mód azóta nem gyújt rá, már hogy analóg cigire. Jó. Ez kellett neki. És mikor nézegeti az enyémet, ez a tetszik, tetszik, szerintem egyszer nekem is lesz egy ilyen, de most én tök jól el vagyok vele. És oké, ha neked ez jó, barátom, csináld. Igen, ez egy folyamat. Síjelésnél a fekete pályának mész neki először, amikor lécet húzol a lábadra, bár én sosem síjeltem, úgyhogy jó, hát az én számból ez hülye hasonlat. A feketénél van durvább, én azon akarok nem, menni nem, elsőre. Nem tudom. De én annak idején 3 évvel ezelőtt, lassan 3 éve lesz, hogy elcigizem, én cigi formájúval kezdtem. És jó, bő 2 évbe tellett, mire a mehamodig eljutottam. És ez egy olyan folyamat volt, amit végig kellett vinni, meg kellett ismerni. A cigi formájúnál egyből kiderült, 3 vagy 4 napig bírtam vele nagyjából, hogy tök jó ez az elcigizés, de a készülék valahogy nem klappol. És azt utána tök sokáig ilyen ego kategóriás készülékekkel végigvittem, és igenis kellett az a 2 év, mire megérett az elhatározás, hogy na jó, akkor nézzünk egy mehamodot, mert tovább kell lépni a történettel. Figyelj, nekem van Sándorfalván egy ismerősöm, az én nem tudom, 30 vagy 40 embert térített át. És a mai napig egy fekete 1100-as ego lóg a nyakába. Ennyi. Ő nem akar többet, ő nem kever magának, neki megvannak a bevált likvidjei, amiket szív. Azt szokta csinálni, hogy amikor rendel, akkor összeszedi azokat az ismerőseket, akiket ő térített. Tehát, és akkor együtt rendelnek egy postadíjjal, egy magyar sokból. Tehát,
szerintem abszolút mintaként lehetne állítani. Ugyanakkor van egy nőismerősöm, aki egy éve elcigizik, egóval kezdett, most Kájfunnál tart. Mondom neki, hogy ki kéne szedni a vattát, ezt kiégetni a tekerést, és akkor újat húzni vele. Szerintem nem szokott bele újat húzni, hogy megtekeri egyből. Tehát minden héten tudom is, én kétszer teker egy Kájfunba. Nincs az a semmi gond egyébként. És gyönyörű tekerései vannak, megvan, hogy milyen fúrószára, hány menet, mindig ugyanannyi, összenyomott, mikrokoil, küldött át fényképet, azt meg is osztottam valamelyik közösségi oldalon, teljesen tip-top, amit csinál. Erre ráállt, és most fél éve már ezt a iPhone Lite-ot használja. Egy kuzi módon nő létére. Visszatérve az eredeti témához, vagy nem az eredeti témához, itt a hármas ponthoz, azt kirakta be, vagy az... Az én voltam. Ez micsoda pontosan? Az elvaporos cikk is említi, hogy ugye a pártatlanság jegyében, hogy az e-cigarettának ellenzői is vannak, akik aggódnak attól, hogy újra normalizálja a dohányzást a sok vaper, aki mászkál a világban. És a Red Hat Full of Steam blogon volt a napokban egy poszt, az író írta, pont erre a dohányzás renormalizásáról megírta az egyik élményét az előző hétvégéről, ami arról szólt, hogy bement egy bárba, leült a bárpulthoz, itt a kis italát, szívta az e-cigijét, és egyszer csak oda ment hozzá egy pasi. És a történet lényege az nem az volt, hogy fel akarta szedni a bárban, hanem az, hogy elkezdett vele beszélgetni az úriember, mondván, hogy ő régóta dohányzik, és már minden leszoktató eszközt, amit csak lehetett a simán abba hagyjától a tapaszokig, mindent kipróbált, és nem megy neki ez a történet, és hogy már nagyon régóta kacérkodik az elcigizés gondolatával, de hogy sosem érett meg benne az elhatározás, de hogy föltehetne néhány kérdést. És akkor ott elbeszélgettek egy darabig, és a vége az lett a történetnek, hogy a figura a bárból átment egy e-cigi boltba, és megvette a kezdő szettjét, és boldogan e-cigarettázott. És hogy ennek az egész történetnek annyi a mondani valója, hogy a kedves ellenzők, akik azon sikítoznak, hogy a hosszú évtizedekig folytatott dohányzás elleni harcot most tönkre fogja tenni az e-cigaretta, és újra normálissá teszi, hogy újra normalizálja a dohányzást és a füstöregetést, azok gondoljanak bele abba, hogy minden egyes e-cigarettás, aki kiteszi a lábát otthonról, mászkál a városba, mászkál közterületeken, és használja az e-cigarettáját, mindegyik egy két lábon járó példa arra, hogy van kiút a dohányzásból. Tehát ne mondja nekünk senki azt, hogy ez újra normalizálja a dohányzást, mert amit ez csinál, az konkrétan az ellenkezője, élő alternatívát mutat be arra, hogy nem muszáj a dohányzás rabjának lenni. Igen. Ez attól függ, hogy ugye a ló melyik felén ülünk. Hogy érted? Hát ki így látja, ki úgy látja. Tehát nézőpont kérdése, hogy ez most a dohányzás renormalizálása, vagy nem. Na jó, de mi de azért csak tudjuk, ha én, hogy ha nem. Én, igen, de érted, tehát azt a tör, vagy döntéshozó, aki életében nem dohányzott, és kvázi ilyen jó keresztény módjára üldözi a dohányosokat és az e-cigarettásokat, egy kalap alá veszi a dohányzókkal. Ugye erről már rengeteget beszéltünk, hogy az e-cigarettás, akkor most mi? Persze, de ez a fajta hozzáállás, ez semmi egyéb, mint az ismeretlentől való félelem, meg a tudatlanságból. Hát ez az erőből Jézus, tudod. Tehát. Ja. Ezzel kapcsolatosan pont ott van a következő pont, aztán visszafűzhetünk még ehhez a témához, de amikor jönnek ezek a... Meg kell találni az egyensúlyt. Igen, nem szabad kemény vonalas elcigizőként azt mondani, hogy tényleg ennél már egészségesebb dolog a világon nincs, és hogyha elszívod, akkor az lesz itt majd a probléma, hogy tönkre megy a nyugdíjrendszer, mert mindenki 1000 évig fog élni, tehát ezt nem állítja senki. De ilyen hülyeségeket se lenne szabad leírni, hogy szuperbaktériumok fenyegetik az elcigizőket. Jaj, ne!
ne idegesíts. Az előbb szaladt el itt egy szuperbaktérium. Óvatosan ugorj föl, vagy állj föl a székre, mert úgy hallottam, a székre nem tud fölugrani. Fölkaptam a lábaimat. Igen, csak úgy megy egyébként. És nem tudom, ez a házi patika, ez ilyen megkülönböztetett, ez a házipatika.com, azért ezt mondjuk el, de megkülönböztetett figyelemmel fordul felénk. Vettétek észre? Tehát már nem az első marhaság, nem, amit ezt akartam leír. Mondani, hogy a másik marhaság az a Nőklapja kafén volt. De nekik is volt már e-cigarettás cikkük, nem egy, nem kettő. Tök jó lenne egyszer egyébként, hogyha tök jó lenne, vállalnák... nekik, és iszonyatosan leszarták, hogy mit írtuk. Tehát. Na, ezt akartam mondani, hogy ott volt ez a Nőklapja kafés cikk, és mi fura, egyébként a cikk írója az egyik fórumtársunknak a testvére. És én abban a szent pillanatban, amikor... Bocsáss meg, ő fordította a cikket, tehát nem fordította írta. A cikk... Na, várjál, akkor álljunk meg egy kapavágásnyira, ha én valamit újságíróként kiadok a kezemből, azért vállalom a felelősséget, ha fordítás, akkor is. Tehát ez hülyeséget nem fordítok. Nem járt a körbe a témát, nem is ez a lényeg, megkeresett téged a fórumtárs, és mondta is, hogy a testvére igen, belátta, hogy hát ez nem úgy lett körbejárva, hogy kellett volna, áll elébe az eszmecserének. És én abban a szent pillanatban megfogalmaztam egy roppant kultúrált levelet, elküldtem neki, hogy itt vagyunk mi hárman, jöjjön be, beszélgessünk róla, egyeztessük a véleményeinket. Nem tudom, kell-e mondani, vagy kitaláljátok, hogy jött-e válasz, és ha jött, akkor mi volt. Egyébként, aki nem hallgatta, segítek, nem jött válasz. Biztos a spam mappában. Biztos, ezért írtam a fórumtársnak is a fórumon privát üzenetet, arra sem jött válasz. Igazából nyilván ez az ő saját magánügye, hogy akar-e a nyilvánosság, a mi nyilvánosságunk előtt de akar-e erre reagálni, vagy nem. De a mondás az volt, hogy ő ott... De szívesen várjuk még mindig, hogy persze, be persze, kapcsolódni ebbe. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ő azt mondta, hogy azon az oldalon, tehát a Nőklapja kafén lesz egy helyreigazítás ezzel kapcsolatban. A miénk összehasonlíthatatlanul kisebb médium. Nem is tudjuk, hogy milyen szűk réteg hallgatja a podcastet, de biztos, hogy nem ezrek. És még itt sem sikerült összehozni a dolgot, pedig én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez összejön és meghallgathatnánk egymás véleményét. És esetleg megemlíthetnénk neki ezt a meticillin rezisztens Staphylococcus aureus, amit már csak MRSA-nak becéznek, ezt a szuperbacit, ami elrohant az elő melletted. Ez annyira jó ez a történet, mert még szerintem 100 ilyen baktériumot tudunk megtalálni, amelyik mondjuk meleg vízgőzben is ugyanezt tudja tenni. Kvázi mi a következtetés? Ne szívjál meleg vízgőzt. Tehát tusolja hideg vízbe. Ne menjél gőzfürdőbe, mert ott tuti, hogy egy szuperbaktérium lerohancsolja a tüdődet. Ne szívjál el cigit, mert bepenészedik a tüdőte. Hihetetlen. Zárjuk be a strandokat szerintem azonnal. Az is borzasztó, és tehát egyszerűen azt lehet látni, hogy egy ilyen érdekcsoportok mentén egy ilyen össznépi támadás van az e-cigaretta ellen, de az, hogy nyáron délben végmész a nagykörúton, és olyan korommérgezést kapsz, hogy attól kódulsz, ezt a kutyát nem érdekli. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.